Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mi szó is, augusztus 10-én, a mai napon a nap és egy visszatekintő Jupiter bolygó kapcsolatban áll. Ezt a kapcsolatot quincunx aspektusnak nevezünk, és ilyenkor minden olyan bizonytalan. Példaként mondom mindig az ingát. Képzeljétek el, van előttetek egy inga, és valaki kérdezi, hogy mondjátok ki azt, hogy milyen irányba fog az inga kimozdulni. És ilyenkor mi a válasz? Nem tudom. Fogalmam sincs. Talán jobbra, talán balra, az is lehet, hogy ki sem mozdul. Pontosan így érezzük magunkat a mai napon. A Jupiter bolygó hatása alatt ez egy életterület, ahol jogi ügyek vannak, vagy hogy egy helyzet, ahol mi igazságtalanságokat élünk át. Viszont van egy jó hír. A Hold egy jó kapcsolatban áll Vénusz bolygóval. Ez a szerelemre utal, és szerencsét hoz. A férfiak hamarosan lezárnak valamit, vagy befejeznek valamit, és a következő napokban, hetekben lesz egy új kezdet. Ők érzik az erőt, és ez a tetteknek az ideje lesz. A mai napon a Merkur bolygó egy kvadrát aspektusban áll Uránusz bolygóval. Ez a kapcsolat Merkur bolygó és Uránusz bolygó között egy kihívás. Itt kommunikációról van szó. Előfordulhat, hogy jön egy rossz hír, vagy ti szeretnétek közölni valamit valakivel, és jobb lenne, ha hallgatnánk, mert ez félreértésekre vezet. Előfordulhat a párkapcsolat területén is, a másik megsértődik és visszahúzódik. Tehát kellemetlen lehet, vigyázzunk a szavainkra. A mai napon a Hold az Asvéni Holdházban van, és találkozik Uránusz bolygóval. Ez az Asvéni Holdház, ez gyógyulást jelent. Vagy benne vagyunk egy bizonyos szituációban, ami régóta betegít bennünket, és most lesz egy megoldás, vagy betegségeknél van gyógyító hatás. Uránusz bolygó az orvosi asztrológia szerint az idegrendszeri betegségekre hat ki, tehát itt lesz ez a gyógyító erő. Uránusz bolygónak van egy más jelentése is, egy meglepetés, valami, amire nem számítottunk. És ez kihat az érzelmeinkre, mert a Holddal áll összeköttetésben, és a Hold az érzelmeinket mutatja. De mutathat anyai témákat is. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, augusztus 10-én. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!